Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Gyarmati István nagykövet, szép jó reggelt kívánok, üdvözlöm nagykövet úr. Üdvözlöm a kedves nézőket, Brajer Péter vagyok. A Loaha zsinagógai naptár szerint 5778, Ijár havának 26. napja van. Hamarosan új holdat hirdetünk majd. Ma péntek van, ne felejtsék meggyújtani a szombatesti gyertyákat. Az ünnep beállt a 7 óra 50 perc, Mocei Sabát, azaz holnap este 21 óra 5 perckor megy ki. A Gergely naptár szerint 2018. május 11-e péntek van. Köszöntünk minden Ferenc utó nevű nézőnket és mindenkit, akinek ma van a születésnapja. Az euró középárfolyama 3.14.21, míg az angol font 3.56.66. Aki lemaradt volna időjárás jelentésünkről, azoknak elmondom, plusz 14 és 28 Celsius fok között várható a mai hőmérséklet. Öltözenek rétegesen, legyen mit levenni, és akiket érdekel, Parashat HaShavua, a Tóra heti szakasza, dupla heti szakasz, Behar Vöbörkutáj. Akkor most tartsanak velünk és hallgassák a beszélgetést nagykövet úrral, akivel biztonságpolitikai témákról fogunk beszélni, természetesen a tegnap és a ma kora hajnalban történteket fogjuk elemezni, beleértve a világ különböző pontjain történt eseményeket. Jó reggelt, nagykövet úr, még egyszer. Jó reggelt kívánok. Trump megjelent, mint egy új messiás. Amerikából megérkeztek azok az észak-koreai bebörtönzöttek, akik amerikai állampolgárok, és évekre elítélték őket. Hogy értékeli ezt? Ugye az amerikai külügyminiszter ellátogatott Pennyánba, ami már önmagában is egy óriási dolog. Neki nem ez volt az első útja, ugye már CIA igazgatóként járt ott néhány hete. És az egyik cél az volt, hogy egy ilyen gesztust kérjen az észak-koreai vezetéstől, hogy ezt a három amerikait szabadon bocsássák. Ugye megjavítandó a légkört a néhány hét múlva sorra kerülő csúcs találkozóra. Ez úgy tűnik, hogy sikerült, hogy aztán a csúcs találkozó sikerül, azt majd meglátjuk, de ez biztosan javította a kilátásait. Mi a véleménye arról, hogy az amerikai elnök népszerűsége növekedett, ám a nemzetközi népszerűsége csökkent, mert felrúgta ezt az atomegyezményt Teheránnal. Igen, ugye a politikusoknak az a szokása, hogy az otthoni közvéleményre figyelnek, mert elsősorban, mert azok szavaznak. És ugye Trumpnak nagyon kell figyelnie, mert néhány hónap múlva novemberben időközi választások lesznek, ahol az ő posztja közvetlenül nincsen ugyan veszélyben, de ha a demokraták átvennék a kongresszusban az uralmat, ugye akkor nagyobb eséllyel lehetne attól tartania, hogy egy ilyen vád alá helyezési folyamat beindult. Tehát közvetve tulajdonképpen szokatlan módon az amerikai elnöki pozíció is és kockán forog. Hogy a világ hogyan reagált rá, én azt gondolom, hogy a világ jobban reagált, mint gondoltam, szintén szólva. Ugye az irániak úgy reagáltak, hogy hát ugye mindenféle elítélik ezt a lépést, elégettek egy a zászlót a parlamentben, de nem léptek ki az egyezményből, hanem azt mondták, hogy adnak időt arra, hogy meglássák, hogy működik-e ez Amerika nélkül. Az európaiak meg nem hörögtek, hogy milyen szörnyű, hogy az amerikaiak kiléptek, hanem azt mondták, hogy ők ugyanezzel nem értenek egyet, de akkor próbáljunk meg egy másik egyezményt kidolgozni, amelyik lehetővé tenni azt, hogy Amerika is részt vegyen ebbe. Meglátjuk, hogy sikerül-e. Nem csak Magyarország, hanem több európai ország is elismerte, hogy Izraelnek nem csak joga, hanem kötelessége megvédeni népét. Az izraeli hadsereg az egyezmény felrúgásának bejelentése után megpróbálta elhárítani azt a közel 30 rakétát, ami Damaszkusz felől iráni támaszpontokról érkezett, majd utána a gépek levegőbe emelkedtek. Érdekes bejelentést is tett a honvédelmi miniszter. Mi a vélemény erről?
picit hadd pontosítsak, ugye nem csak Izraelnek, minden államnak kötelessége megvédeni az állampolgárait. Ez az államnak a legfőbb feladata, és ezt nem kellene elvitatni se Izraeltől, se más országoktól. Néha megpróbálják, de azt gondolom, hogy ezt rosszul teszik, és nincs igazuk. A másik dolog, hogy nem szeretem, mikor azt mondják, már elnézést kérek, hogy fölrúgta Amerika az egyezményt. Amerika nem rúgta föl az egyezményt, kilépett belőle. Ettől, de mint az előbb mondtam, szerencsére... Ez pontosan igaza van, és ez a szóhasználat ez fontos, mert ugye ha felrúgta volna, ugye akkor nem lenne egyezmény, és akkor jöhetne a háború. Így meg azért van esély arra, hogy esetleg valami, még valami jó is kisül. Sőt, mi több szeretné, hogyha újra tárgyalnák. Így van, igen. Ez az amerikai álláspontban is módosulás, az irániban is, meg a nyugat-európaiban is. Közeledtek egymáshoz az álláspontok. Jó, még mindig nagyon távol vannak, de legyünk optimisták. Tudom, ezt magyaroktól nem szokás, hogy optimisták legyünk, de azért próbáljuk meg. Ugye az izraeliek pedig azt csinálják, amit eddig is csináltak, függetlenül az iráni atomalkutól. Atommal vagy nélküle, Irán nem tudja, Izrael nem viselheti el azt, hogy Irán óriási méretű csapat összevonásokat hajtson végre Szíriában, vagy Libanonban, akkor is, ha ez nem feltétlenül az iráni reguláris hadsereg, hanem a Hezbollah, de hát ugye tudjuk, hogy ez mennyire szoros iráni irányítás alatt áll. És azt látjuk, hogy én azt gondolom, hogy meg kell látni, hogy az a csapat összpontosítás, amit Irán Szíriában végrehajtott, az messze túlhaladja az eredeti kinyilvánított célját, az Assad rezsimnek a támogatását. Ezzel se értünk egyet, de az egy másik dolog. De ha ugye ezt a cél gyakorlatilag már elérték, és ezen felül óriási nagy összevonásokat, és főleg rakétákat telepítenek Szíriába vagy Libanonba, vagy állítanak elő, ugye, ahogy gondoljuk, hogy Libanonban elő is állítják őket. Ugye ezek nyilvánvalóan valami célja van, és Izraelnek muszáj arra gondolni, hogy az Izrael ellen készül, mert hogy ki más ellen készülne. Egy tegnapi statisztika szerint, hogyha Izraelbe tegnap lettek volna a választások, a Likud megduplázta volna parlamenti képviselőinek a számát. Igen, ilyen helyzetekben ez mindig így van, hogy a kormány megvédi az állampolgár meg megvédi a kormányt. Nem gondolom, hogy ebbe bármilyen furcsaság lenne, de én azt remélem, hogy Izraelben minden politikai párt független attól, hogy mit gondol, hogy Izrael biztonságát, és azt gondolom, hogy ez már 70 éve így van, Izrael biztonságát elsődleges követelménynek tartja, mint ahogy remélem, hogy ez minden más országban, Magyarországon is így van, és abban lehetnek viták, hogy ezt hogyan kell elérni, de azt, hogy ezt meg kell tenni, én azt gondolom, hogy az a kormány, amelyik nem ezt gondolja, az mondja le. Napokon belül Jeruzsálemben megnyílik az Amerikai Egyesült Államok új nagykövetsége az izraeli fővárosban. Igen, ugye ezzel is azt kell elmondani, hogy amikor az amerikaiak bejelentették ezt, hogy oda helyezik a nagykövetségüket, de akkor óriási felzúdulás volt, hogy itt a világvége, háború lesz, és intifáda lesz, és így tovább semmi nem lett belőle. De ma már a világ nem nagyon figyel oda, majd amikor megnyílik, akkor még hallunk majd néhány karcsöltetés, de végül is elmúlt a dolog. Trump szokása szerint 19-re húzott lapot, és bejött neki. Iráni vallási vezetők már a Viradóra azt mondták, hogy nem lehet megbízni az európai vezetőkben sem, és szerintük, mármint a vallási vezetők szerint, Európa több vezetője hasonlóképpen fog eljárni, mint az Amerikai Egyesült Államok az atomegyezménnyel kapcsolatban. Hát ezt nem tudjuk, de az, hogy az iráni vallási vezetők nem bíznak meg az európaiakban, ez nem egy újdonság. Általában egyébként a politika nem bizalom kérdése, hanem érdekek és tények kérdése. Nyilván egy ilyen húz meg, erez meg politika van Irán részéről is. Az a kérdés, hogy az igazi kérdés, hogy hogyan reagálnak erre az európaiak meg az amerikaiak, hogy itt a leszesszük és eljátsszák a jó rendőr, rossz rendőr szerepet, és ezzel eredményeket érnek el Iránnal szemben, vagy hagyják, hogy Irán megossza őket, Amerikát és Európát, meglátjuk, hogy melyik lesz a végeredmény. Az európai vezetők többsége attól fél, hogy egy újabb embargó Iránnal szemben megdágítaná az olajárakat, és tulajdonképpen egy csomó üzlettől esnének el. A Boeing és az Airbus kénytelen lesz, hogyha az amerikai embargó életbe lép.
az pedig életbe fog lépni több, mint valószínű, elesnek egy csomó megrendeléstől. Az olajárakat, hogy ez mennyire drágítja meg, Irán azért nem olyan óriási nagy termelő, és a nagy részét Kína veszi meg az olajának, és ha nagyon megdrágulna az olaj, akkor Szaúd-Arábia majd növeli a... Mégis Magyarországon már hamarosan olajár, üzemanyag áremelésről beszélnek, hát, és ezt azzal indokolják sokan, hogy Teherán emelni fogja az árakat. Hát ugye az előtt is jött Trump föl, mondta ezt az egyezményt, az előtt is emelkedtek az üzemanyagárak Magyarországon is, meg máshol is, mert hogy az olajár emelkedett, nem csak ezért, nagyon sok oka van annak, hogy miért emelkedik az olajár. Egyébként ugye azt is el kell mondani, hogy az oroszoknak például ez kifejezetten jól jön, tehát ők biztos szeretik ezt a válságot, mert ugye az a költségvetés, ami problémákkal küzd, és ami miatt 20%-kal tavaly csökkent a katonai kiadásokra fordítható összeg Oroszországban, az ezzel jól jár. Nem kell ezért Oroszországot demonizálni, ez ténykérdés, hogy így van. Nem gondolom azt, hogy óriási nagy olajárrobbanás lesz. Nagyon alacsony volt az olajár, várható volt, hogy emelkedni fog. 9-én a győzelem napjára emlékeztek, mégis a disziplinen csak két államférfit láthattunk, Putyinon kívül nem voltak ott az európai vezetők, meg sokan mások sem. Igen, a kettő közül egyik az izraeli miniszterelnök volt, ugye, aki feltehetően két okból ment el, egyrészt nyilvánvalóan egy izraeli miniszterelnök az, hogy a náci Németországot legyőzték, azt ő ünnepnek tartja, nem is tehet mást igazából. De ez így is logikus, nem? De ez abszolút, így is logikus. Persze, abszolút logikus. Ezért volt Jeruzsálembe is hatalmas felvonulás. Idős orosz emberek, orosz zsidók, igen, akik bevándoroltak az összes kitüntetésébe, a belvárosba sétáltak. Szokott lenni. Gondolom, hogy Izraeltől ez egyáltalán nem meglepő. Az lenne meglepő, ha nem így gondolná. Hát a másik dolog, hogy ez egy ürügy arra, hogy tárgyaljon Putyinnal, tárgyalt is. Ugye nyilván Izraelnek létfontosságú érdeke az, hogy minimum egyfajta semlegességet kapjon Oroszország részéről, hogy ha ugye folytatódnak ezek az összecsapások Iránnal, vagy a Hezbollahval Irán részéről, ami valószínű egyébként, hogy így lesz, hogy akkor Oroszország ne kezdjen el különösebb akciókat, nyilatkozatokat tehet, de ne akciózzon. Minél később szállítsa le, ha egyáltalán leszállítja a modern rakéta és repülőgép légelhárító rakétákat Iránnak, tehát ez Izraelnek abszolút érdeke. És hát ha valaki, akkor ugye azt elmondhatjuk, hogy Izrael, tudom, a britek szokták ezt mondani régen, de hogy Izraelnek nem barátai vannak, hanem érdekei, szerencsére barátai is vannak, de hát ezeket az érdekeket azoknál is képviselni kell, akik nem feltétlenül örök barátságot fogadnak. Ha lett volna még időnk, akkor kérdeztem volna, hogy elemezzük ki, vagy kértem volna, elemezzük ki, hogy vajon hogy éli meg a mindennapokat Szíria elnöke, de ezt majd legközelebb. Kedves nézőm, az elmúlt bő negyed órában Gyarmati István nagykövet, biztonságpolitikai szakértő volt stúdiónk vendége, visszavárjuk. Most előzetesek, majd következik a DK országgyűlési képviselője és a párt parlamenti szóvivője, Gréci Zsolt.